Sziasztok! Köszöntök mindenkit vasárnap este a Seven Days to Die stream alkalmából. Itt van velem Szivar is. Hello, Szivar! Hello, hello! Sziasztok! Üdvözöllek benneteket! Itt vagyok én is, így van. Remélem, hogy minden okés, mert nálam itt voltak egy kis fennakadások. Tényleg? Milyen fennakadás? Hát, nem indult el a stream, azt írta, hogy valamilyen URL hiányzik, de nem tudom, hogy miért. És most már képbe vagy? Hát, elméletileg azt jelzi. Jó, oké, szuper! Szóval akkor Seven Days to Die-t választottuk ma estére. Volt már egy elkezdett térképünk, közben be is lépök, hogy te is tudjál jönni. Okay. Volt már egy elkezdett térképünk, és azt ugye még annak idején Twitch-en kezdtem el én streamelni, és csak vendégjátékos voltál, ugye most már te is nyomod. És ebben a 42. napon tartunk, és azt hiszem, hogy a tizedik, hát itt 10 naponta van a ciklus beállítva, nem 7 naponta, hogy mikor jönnek a zombik. De lehet, hogy mégis 7 napon emlékszem, meg kell nézni a beállítást. Úgyhogy valamikor a következő hullám előtt vagyunk még. Úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan alakul. Igen, hát viszont egy kicsit majd ugye bele kell rázódni, mert... Jöhetsz közben, bejöttem. Addig hello Dávid, szia Lórán, szia Zoli. Élő szóban is, sziasztok. Azt mondja Zoli, hogy téged is megnéz, hogy milyen a stream. Na és akkor valahogy ugye ott tartott, picit beléptünk Szivarral mind a ketten így stream előtt egy 20 perc, hogy képbe kerüljünk, hogy mi van, de igen, mondja is, még eléggé nem vagyunk képben. Nagyon nem, igen. Tehát, hogy mi hol van, mi csinál, tehát az most még nagyon bele kell rázódni igen, megint. Tehát én pucéron keltem föl, nem volt egy darab cuccom, se az inventoriban nem volt ruha, úgyhogy magamra kellett aggatni, amit itt megtaláltam a táskában, és felvettem pár szerszámot, meg mindent, úgyhogy meglátjuk, melyik nap fog jönni a horda, addig valószínűleg mind a ketten újra elmegyünk és felfedezünk. Nem tudom, hogy hol popoltak újra zombik, melyik házban nem voltak még, vagy mi nem voltunk még. Na és most meg is jöttél. Akkor megint csak megint vellek itt a partyba, hogy lássuk egymást. És ment az invite. Szerintem az előbb is valahogy ezt. Szerintem automatikusan elfogadja, mert nem tudok. Valami turpisságon, mert emlékszem, kivettem ebből a... Most látlak a térképen, úgyhogy okés. Ha. Itt is vagy, hello. A bányászlámpa van a fejeden. Na, szóval itt először innen kivettem valamennyi ilyen az védelmi tüskét, de most nem találom az inventoriba. Sem úgy, hogy valami baj van. De azt hiszem, ha jól emlékszem... Jaj, ezt tettem be egy rasszus, jól van akkor. Az inventori nem volt közös, igaz? Melyik? Az inventory, mintha az nem lett volna közös. Igen, igen, én nem ugye? Tudtam belenézni a térbe. Igen, azt így, hogy jammed, most se lehet belenézni. Akkor jól emlékszem. Csak nekem... a sajátunkba tudunk belenézni. Ez mondjuk kicsit hülyeség, ezt nem értem, hogy miért a partban valaki, akkor illetve tudj megcsinálni. Igen. Amit tegy. Úgyhogy itt én nekiálltam a védelmet fölfejleszteni, hogyha elmegyünk, akkor is úgy érkezzünk vissza, hogy ezzel nem kell már foglalkozni. És... csak tényleg fölkészülni a horda érkezésére. Drága jóisten, hogy mi micsoda? De komolyan. Tehát... Még vissza kell szokni a billentyű kombinációba, egéllerakás, meg itt tudom én ilyenek. Van valami szögbelövőm is, úgy látom. Olyan is van. Wrench. No. Igen. Szellemkép nem jelenik meg, ez is valami érdekes. Na most... Jött. Úgyhogy... Köszi Zoltán, minden... most itt látom írtad, hogy minden prima, oké, köszi. Na, akkor jó. Igen, és a mikrofont se feltettet kimutatni. Nem, most egyből azzal kezdtem. Úgyhogy igen, ezeket gyorsan visszapótolom, aztán én valószínűleg elmegyek valamerre körbenézni, mert szerintem Tior is majd teszi a dolgát. Skilleket keresném, hogy már megvan. Csak hogy milyen skilleim vannak, ugye? Az se volna rossz megtudni. Azt tudom... és én az intelligencerre pakoltam. Ugye, én meg a főzés is volt nekem, azt hiszem talán. Igen, az volt a megállapodás, hogy én leszek a bázison maradó ember, és én leszek a fejlődő, te pedig a felfedező és a mindent hazahozó. És akkor neked olyan volt, hogy te voltál, aki farmot is tudott létrehozni, vagy növényeket termeszteni, főzni. Ja. És akkor én voltam az, aki megcsinálta a workbench-et, a
mindenféle járműveket, először ugye biciklit, aztán motort, akkor itt van a terepjáró, és most már van helikopterünk is. De hol lehet főzni? Csak abban tábor tűzni? Nem volt valami komolyabb konyha, vagy valami ilyesmi? Én azt hiszem, hogy talán konyha az nem volt, hanem ugye ezzel a tábortűzekben kellett csak annyi tevékenykedni. Egész komoly védelmi vonalunk van már, tehát itt van áramos kerítés, hogy talán a bőrk ezzel a cuccal lehet... Nem? Akkor... Kosson. Akkor ez meg kell valami más kő. Akkor van egy külön szerszám, amit ide kell használni. És lenni. Ezeket át is kell nézni, ugye, hogy a horda majd ebbe elakadjon. Hogy talán ebbe a hátikába tároltam olyat. Timer relay. Ez az, igen, ez a wire tool az, de be is rakom. Jó Isten. Nem tudom, hogy volt-e valami olyan mérő, amivel ugye az életerőt, meg a... Ja igen, itt van alul, a zöld, az életerő, a kék, meg a víz. Ezzel lett észre, és ugye a piros, meg az XP csík volt. Mivel meghaltunk nemrég, valahogy, ezért az most ugye pirosban van. Ezt a fejlet kéne megjavítanom, hogy ne úgy menjek már el, hogy nincs durability-e. És azt meg valami a repair csomag kellett, ugye? Igen, itt van a repair kit. Na jó, így most nagyjából már gyógyszert vettem magamhoz. Most kajám is van szerintem. Van, ha, igen. Akkor javítsuk már meg ezt is, meg a csákányt is. És a repair kit, az meg itt a workbenchbe készült, nem? Ezt egy kicsit visszahozom ezt a mikrofont, hogy tudjak itt nézni a billentyűzet a dolgokat. Ha nem jó, akkor majd szóljatok a hang. Duct tape, meg forged iron. Jó, hát én ezt a girokoptert én ezt kirakom, mert én ezzel nem tudok menni. Jó. Most itt nem volt súlykorlátozás, igaz? Itt nincs, hanem ugye ezek, igen? Az inventory slotok. Igen. És látom, hogy itt az alsó 5 már ugye nekem is. Akkor az úgy mond, hogy túl súlyba leszek. Azt írja. Vagy azt jelzi. Oké. Okay. Persze, mire elkészül szó. Vadás. De, lőszerűs megészül szép számol volt. Nagyon. Igen. És én el is kezdtem csinálni töltény hüvelyt, meg ilyen fejet, vagy ezt nem tudom milyen lőtter fejet. Egy 690 hüvely már van, illetve a fegyver üzéből is, golyóhegyből is majdnem ugyanannyi. És a lőport, itt a chemistry stationben lehetett, azt hiszem, abból is 780, tehát igazából akkor mennyit tudunk már nagyjából 800-600 lőszert tenni, az tök jó. És az kellene is fog. Betonkeverőt is lehetett használni, erre nem emlékeztem, esküszöm. Igen, abban még ugye a cement készült, meg nem tudom milyen adalékanyag. Aszfalt, cement, valamilyen homok. Elég sok minden van. Igen, akkor ebből csináljunk még 500-at. Most egy pár lőszer van, ami szerintem elmegyek, szétnézek. Igen, én is arra várok, hogy a javító csomag készüljön el. És akkor, hogy ugyanakkor hozok haza majd akkor fémet is, meg mindent. Nem, itt a motorom valahol. Hát de hol? Az a valahol. A lapátot javítsuk. A járművel ezt nem jelzi, de jelzi. Jól van. Emetsz a... Ez 4x4, ha... Itt van ez a... Ó, mi volt ez? Jajjaj! Jajjaj, majd madarak! Van egy kötés, amit le kéne adni. És nem tudom, áthelyezd ezt a szart. Nézd már ezeket a hülye madarakat, ha mindjárt megölnek. A sörétesen mellé lövök, azért az is jó. Megöljetek már meg! Hát ha nem, akkor én elmegyek ezzel a 4x4-jel. Hát nézd már! Hát az jön még egy, de jó! Szóval, hogy elkezdtem ugye markolni már, hogy hol voltunk, melyik házban.
hogy én hol voltam, úgyhogy akkor nagyjából ezen az északi feltájon még nem, illetve ezen sem. De... Talán itt jó van, akkor menjünk együtt, jól is jó. Várjál! Na most, na. Nem tudtam kanyarodni jobbra. Mert az egérrel kanyarodik, nem a gombokkal. Tényleg. Én is neki vágottam, ne izgulj, szóval. Én is. Van a sprint, vagy a gyors vezetés? Én is nyomtam a D-t és egyenesen neki. Ja, megszokás. Igen. De Halo-ban volt ez az irányítás az autónak. Illetve a járműveknek, úgy mondom, hogy az egérrel kanyarodott. Egy haver előttjük. Elment a hangja az autónak nálam. Én nem tudom, miért nekem most úgy kicsit szaggat a kép. Nem tudom. Nekem is nincs meg a 60 FPS, bőven nincs. 30-at gondolok, hogy nincs mint a mérő. Itt még ezen a területen nem nagyon jártunk. Itt én le is parkolok. Megnézem ezt az autós valamit. Ja, csavarkulcsa lehet szétverni a izét, igaz? Igen. Van nálam olyan fúró. Van ugye üzemanyag is. Várjál, akkor a csavarkulcsot meg kell keresni. Bocsássatok meg, srácok, itt a nagy bénáskolásnak, de ez egyszerűen katasztrófa. Na, valaki van. Jó, hát az a stami, nem? Jó van, azt üres volt a fegyver. Laser sight. Hát ez honnan jött ide? A forró nekem is odon esett le. Na, cérnetű, már várni tudunk. Nem tudom, hogy ez kell-e. Ezeket a réz trófeákat is elteszem, mert fogalmam sincs mennyi van otthon. Ugye megvan ott az XP, amit gyakorlatilag megkapom én is, és fordítva, ugye direkt így eltöttük be a legelején. Most eddig el is. Igen, mert a távolságot is kellett. Egymástól. Igen, épp azt akartam, hogy a távolságon kellett ugye állítani, úgy emlékszem. Igen. Te mászkálsz ott fent? Aha. De ezeket a hűtőt, meg ilyeneket is szét lehetett szedni, igaz? Micsoda? A hűtőket, meg ezeket. Azt hiszem, igen, lényegében mindent. Csavar kulcsa. Aha, azzal. Oké, jó. Szerz, jó, szerz. Tudom, azt mondja, lőszert mindenképp. Na, nekem már az... Ezért YouTube stúdió megint sárgán... jelez. Én nekem most minden streamot elkezdem, és akkor utána egyből ez van. Lehet, hogy akkor ez egyébként internet lesz. Hogyha az OBS-ben ott a jobbas a sorokban a kis kocka az zöld... Az zöld? Elméletileg... Az zöld? Akkor elméletileg nincsen probléma a jelküldéssel. Mert YouTube-ra nem érkezik elég videó ahhoz, hogy a streamer is állandóan zökkenőmentesen menjen, vagy valami ilyesmi. Ez csak így az elején van, és utána soha többet. Tehát tegnap is bő 4,5 óra volt a stream, az elején volt, és utána semmi. Úgyhogy nem tudom, hogy mi ez. Na de viszont most már. Na, azt mondja, hogy én akkor kijöttem ide ehhez a családi nem tudom milyen házhoz. Más van, én is kicsit belelendülök, mert mindig Isten igazából semmit nem csináltam. Azt mondja, az OBS-nál egyik stream se akar. Azért mondom, az OBS-nél meg ugye zöld az a kis kocka, amit mondtál. És nekem az OBS mondjuk 60 FPS-t ír. De ahhoz képest én nekem olyan... Jó, azért van mikor csalóka. Igen, most már jött az éjszak, hogyha most már futnak a zombik. Igen. Üres konzerves zaboz? Hát most én egyelőre összeszedek mindent, mert meg nem mondom, hogy otthon mik vannak. Én is behozom, viszek mindent, amit ott találok. Nem, maximum otthon kihaigáljuk. Ez nem jó. Hogy beolvasztjuk. Ja.
Ez csak hányan lehet szétvenni? De ez fölösleges volt. Na, mondjuk ilyen deszka. Én azt is elviszem, nem tudom, hogy kell-e. Valaki van. Nem? Mondjuk azért lehet az ilyen fa dolgokat egyszerűbb lesz szétverni a... ezzel. Igen, bizony egyszerűbb. Üres üveg, ebből is van ma azért bőven. Bandana sincsen, meg talán ez sincsen, ez mind jöjjön. Igen, most, igen, föl is kéne akkor venni, bandana, meg tanktok. Oké. Okay. Igen, elvileg egy nadrágom nincsen. Aki Luthert azt megettem, olyat még azt nem ismertem, de ha találok olyan könyvet, ami már megvan, akkor azt odaadom úgy, mint a múltkor. Hát most elviszem, maximum eldobálom, ha már tele lesz az inventory. Olaj. Aha, így is fel tudom venni, jól van a shift megkattintás, ugye? Hopp. Ez az is érdekes, hogy eddig azt jelezte nekem az inventory, hogy egy darabot csak bírok. Szóval volt olyan még, amit nem tudtam fölvenni, most meg már az összes slotba. Akkor azt mondja, hogy ez nem kell, az olvasztható. Ebből mégis ehetjük. Talán megértem. Ez ami Fera volt, mert piros szemű volt. Jaj, ne vesz szét, nem néztük át. Hát mondjuk az a sok üres izé. Szerintem ebből nem kell majd ennyi. Igen, ott voltam. Már csak a pinyó van, amit nem néztünk meg. Betört az, aki be akart? Be, azt. Akkor meg később. Van, aki nagyon beszeretne jönni. A vadmotoros. Betonkerítést is szétlőtte. Van ez a pince, de lehet, hogy nem is kéne egy bejebb mennem, amíg itt ki nem puszolok minden szobáról szobára, valakit meglátok, hogy jön aztán. Hűha, jó tele lettem. Hol álltál meg a kocsival, mert nekem azt nem jelzi. Valahol ott, most tőled jobbra elvileg. Hát jó, ezeket már nem tudom felvenni, mert tele van a... Ja, itt van tényleg. Jó, hát nem akartam beszállni. Akkor itt volt a garázs, ezt kapjuk már ezt a kocsit. Hát én gyorsan kihajgálok most egy csomó mindent a kocsiba. Itt egy motor, az jó. Szemanyag is, meg minden. Jó, hát ezt a fúrót magamnál hagyom. Oké. És akkor most te hol vagy? Aha, itt vagy. Mondom erre. Akkor ezt a kocsit. Van egy hunting knife schematic, azt ismered már?
Hát, most hol tudom megnézni? Azt hiszem, hogy C betű, nem? Az inventory, az ott a skilleknél utolsó fül, a könyv, a perk book. Karakter, nem? Skill, igen. Nem, lehet, hogy mégsem ott. Hát a fene tudja. Csak már mindegy. Jön, akkor elviszem, és akkor utána... De az hanyas. Melyikből hanyas? Mit mondtál? Ez csak egy sima hunting schematic. Egy vadászkés recept. Azt nem tudom így akkor. Azt itt ugye nem mérje ki. Kell, hogy azt mondjam, mert el az inventory. Szokásos probléma, ugye? Hát ugye az mindenhol. Jó, sok lőszert hoztam magam. Hát ezt nem ismerem, ezt nem hozom el, hát neked nem kell. Kors pinceit. Zombi. Való valami. 1800. lét adott. Neked még dolgozni, a halál okozta a büros csígot. Kávé. Kávéből meg is iszok egyet. Tudod, a kávéból is. Igen. Úgy látom, gyógyít is, akkor én is eszek egy kis kaját. Na, akkor megint csak lőszer. Akkor szóltad, neked van shotgunod, ugye? Igen, csak lőszer nem sok van. Steel armor. Tank top. Az a baj, hogy ugye nagyon, nagyon lelassít. Meg hangos, úgyhogy inkább a mobiletásra megyünk rá. Van itt egy arany, meg ezüst, azt mindenképp elvisszük. Is. Ennyiket is. Hát megüt az ajtón keresztül. Ajtón? Aha. Itt az ajtó, azt alatt átütött. Mesze. Na. Jó. Ez nem kell. Ez is a probléma, hogy minden egyes ház után vissza kell mennünk üríteni inventoryt, és nem tudom, hogy akkor mit közök kell, minden igazából fontos. Talán a fa az annyira. Ja, hopp, 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 hopp. Megnézzük. Ó, van tojás, oké. Okay. A fészekbe. Szer. Tom. Találtam egy 6-os lapátot, nekem meg csak 4-es van. Merre vagy most? Nem mentél a kocsival? Modolt? Nem, itt vagyok még. Azt nem tudom, ezeket a modifikációkat azt ki lehet venni a szélszámokból, vajon? Igen. Aha. Most. Dehogy. Ja, hogy itt értem. Oké, megvan. Úgy volt, hogy akkor... Úgy volt, hogy akkor ugye az ért alatt is a földbe van olyan. Követ sárt egyébként fölvenni. A festék sem. Sárkány, hát az nem kell. Hát ilyen fújtató is van, gondolom, vagy mi a franca. Azt nem veszem. Hát, hogy felvegyem. Szét is lehet ezt szedni, ha úgy van. Oké, és... Jellevas, jellevas.
bírom fölvenni itt azokat. Még itt a házban vagy valahol? Nem, én még itt vagyok, ahol eljöttünk kocsival. Ja, már látlak, aha. Épp vedelsz. Most mit csinálsz? Akkor ennyi. Vasat szedtél, vagy mit? Vasat szedtél? Aha. Amíg itt még bőven, meg ő is, meg agyak, csak azok nem bírtam már felvenni. Ugye akkor befogadhatnak az autónak a csomagtartójával. Megyek utána, mert én nem látom az autót, nekem nem jelzi. Itt van ennek a parkolójával. Van is cucc bőséggel. Igen, én már... Vagy teszek át shift-tel, ugye azt hiszem, hogy shift-t... Igen. Én is az elején áthúzgáltam így kézzel, de át lehet, hogy a shift meg a bal klikk. Húzamanyag is menjen. De van a lőszeren és ezeken kívül minden. Mert a shotgun is az most nincs nálam. És akkor ezzel az arany ezüstel maghoz, hogy elmegyek majd a traderemhez, le is kell adni a questet. Jössz most haza? Vagy maradsz még itt? Hát lehet, hogy itt maradok, csak várjál először. Bepakolászok. Még az úgyis felesleges, mert a 6 óraig nem nyit ki reggel 6-ig. Ez se kell. Hát még az üres üveget azt. Akkor még itt megnézem ezt a... Chess carpetet, ami... Vadászpuska? Azt nem írja, hogy milyen lőszer kell hozzá? Melyikhez? Bármelyikhez a vadászpuska hozzá, hogyha egy kézbe veszem... Szerintem, hogy ezt memorizálnunk kellett, de ez a 7.62-es milli, ez a machine gunhez biztos, hogy jó, mert azt használom most. Meg ez a vadászpuskához is jó. Mert volt nálam egy ez a kis MP5-ös vagy micsoda, de kemény 8 lőszerem volt hozzá, gondolom ahhoz a... Másfajta kell. SMG-t itt az a neve. Nem látom a lőszert, mindegy, ez jó lesz, igaz, hogy ez csak ilyen kis... Amilyen pár lehet, nem? Lehet. Pick, tényleg az is van, elfelejtettem, az is létezik. Hopp. Annak vagy, ezt te vagy? Igen. Bunkerezve. Iron pickaxe. Mondjuk nekünk már steel van. Hát mindegy, szétszedni szét lehet. Amiből? Hát iron pickaxe, azt vettem föl, mert ugye nekünk meg már steel van. Úgyhogy ez nem kell. Ha nem rádöttem, azt hittem, hogy ez egy zombi vagy. Electric pot. Az jó, ha van. Hát jó, mindegy, nagyjából szinte mindent összeszerek. Jaj, rossz gombot nyomtam. Katona. De nem is, ez nekem valamilyen hirtelen ilyen lőtérre hasonlít, pedig hát ez nyilván nem az. Ez a kulcs mindenhez jó. De még a tetőre föl lehet menni valahogy. Van valami. Ahol még csak föl lehet menni, mert vannak ugye kiszakadó részek, meg láttam is a plafonon, hogy tudja, ott van a szajré. Akkor
lehet, hogy van másfelé valahol. Ott még valami a raktár, ahol nem néztem még el teljesen. A pénztárgépet lebontottuk. Van egy kosár, vagy kosár, egy doboz. Füllőnk már van, azt hiszem mindenhol. Elviszem. Valakit. Cserögzörök. Ráütöttem a kezére. Sikert még nekem. Ó, láncfűrész. Neka. Van egy tűzoltós könyv volt, ez nem volt még az ötös fejezet. Viszont itt van egy Tech Junkie 4, ezt már ismerem, úgyhogy ezt megnézheted, vagy megtanulhatod. Hol vagy? Fönti dobozba. Valami. Amit valami jött volna utána. Ebbe. Itt sok könyv van egyébként. Leginkább. Itt van egy Electric Fence, ezt is ismerem már. Fölveszem, aztán ott van, adom. Eltűnik. Itt egy csepp papír van. De csak papírok vannak. Jajjajjaj. Ezt nem ismerem. Itt egy tagi rendőr. Ja. Hát ez eldőlt. A motoros meg a hátam mögött. Én azt hittem meghalt, én nekem úgy tűnt, nem akar fölkelni. Az ennyi volt ez a hely is. Pedig is valahonnan leestek. Igen, itt föntről én is vagyok. Hát itt is papírok. És mindenhogy csak papír. Jó, alig használt szendvics. Alig használt. Van még erre tovább is. Átjöttem egy fali üregen. Jönnek a zék. Hol mentél át ott arra? Pedig még valahol van, mert hallatszik a buzsika. Oda még van föl egy út. Ezek a punch bag. Ja, ő is jött.
harmadik. Na. Csak itt kell kimenni a tetőre, az utolsóba. Legyed tépered? Vagy micsoda? Hát egy pakancs. Mik ezek ilyen gát, nem... amilyen izé. Itt is egy pakancs. Hú, micsoda szemüveg. Figyelni a madarakra, ugye ez hányszor megfingatott minket. Igen, az előbb a motorról, amikor mentem, nekem is ők okoztak gondot. Ó, ott egy katonai jármű, azt mondja, el lehet kötni? Hát azt nem, csak kétszedni mi? Talán igen. De még valahogy föl lehetne menni. Ha máson akkor építeni kell ilyen kockákat, tudod, és akkor azzal föl, úgy felugrálni. Vagy akár úgy. Azt már sikerült. Lehet a kocka hatásosan lenne. Ó, hát ennek 2500 HP-ja van, ezt nem kezdem el ütögetni. Ezt már meg van nézve. Játszol modokkal? Hogy? Modokat? Nincs. Nem, nem. Hát én nekem... Egy kutya? Előtte hol? Használtunk vajon? Én arra sem emlékszem. Nem. Én az teljesen originálban nyomom. Már lementél? Ó, oh, én már le. Nem akartam leugrani pedig, de... Kicsit. Ott van egy zombi, ott lent. Így adunk neki vadászpuskával. Hát nem adunk neki. Visszamászott. Csak sikerült felugrani. Ugye ebből a fagyúból lehetett a tetődobozt csinálni. Hogy mit csinált? Valamilyen fagyúban lehet a tőtedobozt csinálni, nem? Hát most ezt így... Állati zsír. Lehet. Hogy sem ott van a zsíros túl. Hát úrról is tudom. Te kis múlja. Level 4-es pisztoly, meg 5-ös shotgun. Még a shotgun az lehet, hogy érdekel, mert ez csak 3-os ez, ami most van. Akkor ezt elviszem. Shotgun lőszer, azt mondja. Illetve van egy 3-os magnum. Megesszük. 4-es milli, de azt szerintem nem használjuk. Ó, oh, ez még nem volt meg szerintem legalábbis. Vagy nem tudom. Köszönöm. Csak olyan szint. Elviszem ezt a magnumot, hát ha rászorulunk, hogy nem lesz már másik meg ezt a pisztolyt. És akkor én most megyek is vissza az autóhoz, ha vissza találok. Hát ezek az üres üvegek, nem is tudom, hogy felszeregetem, de lehet, hogy már nem kell. Van belőle bőven. Oj, de beleszaladtam a tüskékbe, a picsába. Ez jó sikerült.
Tele van a lőszeres. Jó. Semmi mást fölvenni. Végzet megesszük. Hol vagyunk? Helyileg azt mondja, hogy igen, na, akkor a kocsi. Viszem. Papír. Az nem kell. Van. Hoppa! Agyon lőttem a szemétkupacot. Hát, ha más nem, ha is őket kell a kocsi, akkor hazafutok, és akkor elbicajozok a vendorhoz. Bicajozok. egy pár kilométer. Raktam ide a kocsiba akkor a 5-ös shotgun-t. Recót. Meg kell válnom mindenképpen, mert addig nem tudom használni, amíg te is használod. Kértem. Hú, már jó tele van. Lassan mehetünk vissza vele. Most ki kéne szednem ugye a modifikációkat belőle. Ó, még a festés is tudom szedni róla. Ha. És akkor ide. Meg ide. Hűbe, ha készen vagy. Oké, okay, még azért én is beledobálom a... Pia. Oké, okay, és várja még a modifikációkat visszateszem, és akkor itt már most ebben, hogy még... Mindig szedett ki. Micsoda? Hát meg a sárgáról a modifikációt is leszettem meg, átraktam. Ja. Ezt a fertőzést, ezt mivel lehetett levinni? Mert nekem ma ugye 14%-nál tart. Azt a antibiotikummal. Azt is találtam, az is van a csomagtartóban, majd edd meg. Mert nálam nincs, úgy látom. Az antibiotikum, meg talán vitamin, ez a kettő. Uh-huh. Az inventoryban azt láttam, hogy van otthon. Neked van hangja az autónak egyébként? Van. Nekem nincs. Hogy gyorsít. Lehet, hogy nekem elektromos. Csendben suhan. Valahol. Tényleg a tetőn is van már valamilyen állás, ahol a madarakat közé kezdtük előni, nem? Meg ugyanannan föntről is, én emlékszem, hogy dobáltam a Molotov koktélt, meg ezeket. Aha. Hogy a távcsővessel onnan jó lehetett. Hol a gomba. Jukka, az is teljesen megnőtt, akkor krumpli. De rengeteg izénk van már, növényünk. Ezeket meg te bőled eszedni, ugye? Aztán az ásóval. Hát... Akkor azt mondja, hogy ki kell venni levönni valamiket. Tényleg mennyi kukoricapalánta is van. Oh, hol van itt minden? Ezt... Köszöket a közösbe kiveszem. Az első körben lehet, hogy... Itt is vannak vizek ültetve. Okay. Ó, meg a fák is, most nézem, milyen sorban vannak. Aha, fasorunk van, ja. Lenn
rendesen át lehet nézni közöttük. Ebben van a brass. A klénel a kő, az egyik sem. Akkor a vas. Egyikben itt kint itt van a olom, ez is vasas. És vasas. Ez is vasas, egyikben sincsen olom. Legyen olom. Jó, akkor gyorsan járulok a vendorhoz, még itt nem történik semmi. Okay. Eladom a questemet. Egy másikat. Hát és akkor még el kéne menni. Fölfedezni, bár szerintem ezzel most a lőszemélyiség, amit találhatunk, meg fegyverekkel mindennel. De jó, hogy nem volt betűnő. Nem itt jöttem, itt volt a zombi, rá akartam lőni, és akkor elkezdett ugye tölteni a fegyvert, szóval. Jó sikerült. Hey. A nővérnéni meg itt bezárták a szekrénybe. Nagyon bízom benne, hogy lesz a mostani 3 óra alatt még egy darab hullám, tehát elérünk addig. Hát megöljenek? Vagy nem, hogy a hullára gondolta? Igen. Ha 10 naponta jön, akkor cumi, mert akkor még 7 nap van addig. Hát nem emlékszem én sem, megmondom őszintén. A 7 naponta, akkor is, mert akkor 49. napon jön. 42-en voltunk most, és nem jött semmi. És egy óra hossza egy nap? Azt hiszem igen, aha. Van beállítva. Ajtó tárva nyitva. Még ilyen felületlenség. Amikor elkezdtük ezt, akkor még úgy gondoltuk, hogy hát ez a 10 nap is sok lesz. Felkészülésre. Igen, mert azért az első, amikor ugye játszottunk. Van egy Iron Crossbow, neked milyened van? Vagy igaz csak level 2-es. Compound, vagy milyen neve ennek. Akkor az ötös, hogy az jobb. Akkor a 5 darab felett. Antimedical, megvan. Közben. Vagy Tier 2-es zombi ölés. Patra. Szerintem azt elvállalom. Nem tudom, hogy itt amint is. Hogy milyen érdekes dolog van nála. Hopp. Ezt eldobtam, pedig nem akartam. Nem sincs, de ezt akkor majd talán valahol máshol megszerezzük. Workbench van nála 4000 pénzért. Tényleg a pénz is basszik, hogy 1400, de akkor az... Akkor azt is elvesztettem, ami összes pénzem volt. Azt hol írja? Ez a Duke Casino, azt mondod? Igen, aha. Az még nekem van majdnem 10.888. Hát ez az, nekem is nem akarul lehetett, és most ugye minden lehetett inventory-ból az meg a pénz is. Farka jó. De miért tűnt el az vajon neked? Nem tudom. Tudja egyébként, hogy valahol hullámat elveszthettem, és nem vettem azt, ami benne volt. Hogy már most hol volt, ezt aki emlékszik. És azt nem is jelzi, ugye? Térképen nem nézted még esetleg, hogy... Nem. Hát volt egy kék csomag. Abba is ilyen fiber volt tű a ház mellett, de egyébként semmi. Viszont én itt vagyok a házban, én egy ilyen 2 perc szünetet kérnék, jövök vissza, mindjárt sietek. Jó. Hazaérek. Itt lett egy kis törbe kéne nézni. Sőt, akkor már nézzünk körül ott, ahol a quest szól. Végül még ezen a főúton is az alá. Tudató állomás.
érdekes dolog van, hogy magában érdekes lehet, de úgy értük, hogy itt voltunk, ha kívül nyitva az ajtó. Te vagy én. Nem. Tudtam még valaki a hátulról is. Kerál, mert nem halt meg elsőre. Szabadtok-e még? Na, visszatértem. Én bevettem egy tűzoltállomásra, és itt már cimborák. Ezt megesszük. A szög az mire volt jó? Csak valami építésre, vagy szétszedésre, beolvasztásra? Tudja, voltál itt már, mert minden empty. Most így megmondom őszintén, fogalmam sincs. Hirtelen én sem emlékszek rá. Tudja, hogy valamihez kellett, mármint hogy úgymond, szerintem építéshez is kellett szerintem. Igen, hogy tárgyépítéshez, én is annyira gyarakszok, workbench meg ilyenek. Na, így van, hülye. Na. Okés. Az, hogy mindig annyi minden fölösleges dolog van nálam. Szerintem. Azt nem tudom. Hogy például a Molotov koktélt melyikkel lehet eldobni, vagy így... akár gránátot, vagy bármit. Nem a jobb egér gombbal? Nem, azzal célzok. A célzás követően a ballal. Nem, a fegyverrel célzok, ugye ballal lövök. Vagy csak nemes egyszerűséggel be kell tenni a... ezébe. A gyors billentyűk közé. Nem emlékszem én sem, pedig azt jól nem megtanulni, vagy ki csillabizelni. Úgy kell a gyors billentyűk közé, de alulra beteszed és kész. Köszönöm szépen a követést. Csak akkor így áll... téged követtek. Nem, ez az én... Én... az hangom. Megint érdekes, hogy nem jelezte ki, hogy ki volt az, pedig itt van ez a kis cucc, a streamlabes dolog. És hát köszönöm szépen. Krisztián Kovács most megjött a chatre, köszönöm szépen. Polonitrát. Találtam ugye lőporna polonitrátot. Én lőport is találtam, mondjuk nem sokat, de valamennyit találtam. Hát én szétszerom a műtőket is. Nem tudom, hogy ezek most kellene nekem olyan valamihez. Azt mondom, tudom, hogy még alapján, de ennyi elég esetleges legyen. Olyan tudunk térképmargereket csinálni? Itt ponttal. Jó kérdés, jó kérdés. Evet? Nem. A jobb klikket, ha megnyomod a térképen, és akkor van egy save waypoint, meg quick. Igen. Szóval most te is látod? Nem biztos, hogy nézel, de... Nem. De mit kell keresnem? Hát meg, mintha oplom lenne, vagy vas. Én most nem látom. Az van dögjűvel. De én még téged sem látlak most. Nem mondjuk a partiba? Hogy túl messze mentél volna? De hát fel van de jobb. Most küldtem invite az Astire, pedig már emlékszem, hogy az elején is meginvite-oltalak. Partiba. Meg, mert láttalak is az előbb.
Most partiban vagyunk. Inkább tolni ezt a barnt. Most szén. És már én látom. Kezdjük. Rosszal lenéztelek, szerintem nem láttalak. Jó, azt elmenti. Ide szólt a quest. Itt a kulvat, aminek itt, itt van a kocsi, és akkor fölfedezek, meg viszek haza mindent. Áslatjunk a motorért. Azt legalább, úgy látom, van valami airdrop, vagy valami kis eltörni is dobozt jelöl a fent az iránytű. Eddig is ilyen kígyó, meg izé, meg tekergőző cuccok? Nem tudom. Kiliszta? Most talán jött kettő. Nem, az inkább ilyen kígyó. Törgő kígyó szerű lehet. Nagyon kígyó? Nagyon kígyó. De ez új, eddig ezt nem láttam, hogy jöttek volna, vagy lett volna. Hát én megmondom őszintén, én nagyon kiestem most ebből, tehát passz. Nem tudom. Hát őszintén igazából az, amit elkezdtünk ugye annak idején, az tavaly novemberi mentés volt, még 19.2-es verziós volt. Hát, hogy mondjuk ahhoz képest jól működik. Igen. Szebb nem lett. Nem. Pedig én úgy hallottam, hogy mintha lesz majd grafikai javítás is rajta. Mert állítólag ugye bővült a csapat, a fejlesztő csapat talán. Azt nem tudom. Jaj, most miért fordult így meg? Mert áll nővérke. De fordul a izével is, most meg már fordul a A meg D gombokkal is a kormány. Hát ez hogy van? Ez egy beltes kérdése. Hát az előbb nem fordult. Én azóta semmit nem állítottam be rajta. És most az egérrel meg nézelődni tudok. Fordulni nem. Ja! Szóval, ha rajta vagy a járművön, tehát felülsz mondjuk kocsi, motor, bármire, és akkor klikkelsz egyet a bal klikkel, akkor egyszer mondjuk a gombokkal tudsz fordulni, ha még egyet klikkelsz, akkor meg az egérrel. Tényleg. Hát azért mondom, hogy az előbb nem tudtam kanyarodni én sem, csak az egérgombbal. Egérgombbal? Na jó, meg azt mondtam, maga az egérrel. Ja, még én sorra felkiáltója lesz, gondolom akkor az a küldetés. Meg kell keresni valamit? Mire kell? Ugrok? Oho. Melyik el volt a turbo shift-tel? Igen. Akkor a motor az nem turbozik, mert nem csinál semmit. Mindent is. Ho. Volt az a kis robogó az elején, arra emlékszel? Vagy mi volt az, valami összeeszkábbat? Az egy kis hát az... Ho. De jó messze van. Olyan lassan megy ez a motor most. Eddig is ilyen lassú volt. Na, turbozni viszont nem akar, hiába nyomkorom a shiftet, mert sokszor nem akarom, mert akkor a Windows megszól a beragadó billentyűkért. Ja, sok shift. Hát, nekem nem. Vagy a motor az lehet, hogy nem. Nem tudom. Mert a bicajra emlékszem, hogy gyorsabban tekert. Én most nyomtam az autónál a gombot, és gyorsabban hajtott shiftre. Töltem akkor? De, gyorsabban megy. Ez is egy kicsivel. Csak mondjuk azt hiszem, hogy motorhang esetleg kicsit erőteljesebb lesz, hogyha nyomom a shiftet, de nem. Itt megállunk, van egy autóroncs. Azért mondjuk azt, hogy ne boruljon fel a motor, hanem megállna, hogy valami az úgy jó lenne. Mert mondjuk ez már csak ilyen szőrszál hasogatás. Nem adtam el se a ledzsit és az aranyat, de majd úgy is megyek most vissza. Mikről nem emlékszel?
Ezeket is találtam az előző lootoláskor. Gyorsan utána nézd és utyomba. Nekem meg nem szóltál. El kell húzni, mert itt nagyon meleg van és nem bírom a hőséget. Meg kell tudom nézni azt is, hogy ugye mekkora százalékos az XP boost. Azt is felvettük 50-ről vagy 100-ról 100 valamennyire. Hát már alapból 100 az biztos, ugye? Ugye, hogy mekkora volt a távolság, talán 5000 méter volt alapból, vagy 1000, és felvettük 10.000-re. Hát én tudom, maximumval. Nem, vagy nem maxra vettük? Az, hogy itt szerintem nem tudom ezt megnézni. Azt nem, szerintem az csak kint lehet. Nem, igen, az csak kint. Kíváncsi vagyok ez a nagy torony. Hoá, hullik! Fejem lesik, meghalok. Arra sem emlékszem, hogy van egy falling damage. Hoá, nagy hatalmas torony, elkezdtem, mit tudom, szét lehet-e ütni. Mindenhol lehullottak ilyen vasgerendák. Viszont 1-be 15 vas van, úgyhogy lesz egy csomó. Na vajon te, akkor szerintem teljesen szét lehet verni majd ezt a... Hatalmas. Ja, out of stamina. Kattingatok, ám én nem mit mondom a csákányjal. A kávé az ugye staminát tölt, vagy gyorsabban regenerálódsz. Igen, igen, azt visszatölti. Akkor azt bedobunk egyet. A lyukka meg az jobban telít lesz, tehát tőle kajú, ugyileg? Iron crossbow. Ó, hát itt lesz annyi vas, hogy jaj, csuhaj. Azt mondja, hogy akkor keleten lakunk, ugye, hogyha ha így nézem a térképet, akkor dél-keletre kell fölvenni valamit, egy 12-es quest. Azt fogom, hogy közel legyen otthonhoz. Hát én már nem fogom itt hagyni ezt a tornyot, biztos nem tudom, hogy széthullik-e teljesen, de... Főleg, hogy rám dől, azt meghalok. Nem emlékszem rá, hogy... Volt egy sebződés. Érdekes, még látom az előző questnek a markerét is. Ó, megint jönnek a darabok fentről. De várjál, úgy is volt, hogy mind a kettőnknek volt két motorja, nem? Meg talán két kocsi is volt már. Mind a kettő? Igen, igen. Tehát mindenkinek volt egy-egy. Az még biztos. A helikopterből is volt kettő. Én nálam van a gyrokopterból is, meg a motor van nálam, azzal jöttem. Akkor jó. Tudom, de nehogy a kétvítő nélkül mászkáljál. Erre van a haza. De hogy most kocsi van-e? Azt nem tudom. Hát igazából csak alkatész kell hozzá, mert úgy tudom csinálni. Jó, Billy, ez a torony nem akar eldőlni. Na, autó stamina. Te meg annyi kávét iszik, hogy felmegy a vérnyomásom. Akkor is szétverd most a torrent, én már kíváncsi vagyok rá. Hát pedig már most nem sok mindent tartja. Oj, dől, igen, dől. Jaj, futik! Ó, van sebzés bizony. A Lego! Az igen. Alulról felfelé a torony szana széthullik. Hú, öcse. Hát itt azt... Lesz annyi vas, hogy leadom a fejt a mélybe szerintem. Szóval vigyázz, mert hogyha rád esik valami, az sebez. Jó tudni. Mint akkor, jó, itt is voltunk, mert minden empty. Aha, jó, akkor de nem is még beljebb. Megint out of stamina.
De a létre az megmaradt. A torony ledől, de a nagy létre vissza semmibe. Felbírok ramászni? Fel. Vagy nem? Nem. Miért nem? Kunk, hogy ki van itt benne. Milyen ma? Ez a stamina. Itt vagy, nem messze? Igen, abban mi a szöldetben, ahol te vagy. Sőt, igazából igen, igen, nem messze. Már szomtad épületben. Valaki nagyon pufogtat. Egy ügyegér, hello, hello. Hogy vagy jobban már? Ebben még mennyi vas van hát. Jaj. Te tudod már a workbench sémát, nem? Szerintem igen. Elég alapvetett most már. Valaki sikítozik. Csak fejtő meg, de sántuljon. Szegény zópikot így is falomra öljük. Halomon sikítozik, de sehol nem látom. Erre győröm az ablakot, jól van. Nem tudom rándozni, ha úgy emlékszem ebbe a épület típusba. No, már nem sokan. Ó, picsám, de még itt is van. Na, szuper, annak örülök. Majd megy a lábadadás ezerben. Aha, szóval itt kiabálsz. Na, meg mindjárt a pofád. Na igen, ebbe vagyok, ebbe valamilyen izé. Baj, zombi. Épp. Ja, most a zombinak mondtam éppen, nem is egy van. Ja. Ez a sikítozós fehér néni. Vannak vagy hárman. Négyen. Ott találtam egy könyvet. Már ismerem, ez a Lucky Luther 4-es fejezete. És a fejetlenség van itt. Ja. Hát neked majd kell. Hát lehet ez a vadászpuska. Ah, jó. Egy lövetű vadászpuska nem lesz jó, de jó. Buli van. Haladjuk sorba, mert emelett lenni. Mennyire vagy messze? Én elindulok felé, mert itt lenni sok zombi. Bekötöm magam. Valami megharagudtak rám. Öcsém, hát célzó vizet kell inni, hát ez katasztrófa. Nekem is. Hát nézd meg el, hát kettő mellé, egy közel. Zöld valami volt. Ejha, ez gyorsan zöld. Jó, most váltottam át. Égjetek. Ha, de jó, eldobtam. Fantasztikus volt. Ja, kicsit tovább kell nyomni, hogy összebb rakom. Értem, értem. Oké, oké. Jó, van, a hülye beleszaladt, úgyhogy nincs van. Megy már innen. Nem magasz meghalni. Parádézik.
nagyon van vége a partinak. Hello. Adam. Szembe jött velem, és most jöttök újra. Ja. El is feláll. Beadtuk. Kolléga. Oké, de vető darab. Négy darab. Aha, szóval itt vagy. Na, megfagytam. Mi volt az alag, vagy nem tudom is rá. Igen, ezt nem szeretem, ezt a szugrást, ezt általában el szoktam rontani, és én pozulom egy fokat. Ja. Most már biztos, hogy tudom. Felvettem. Jaj, te már fönt tevékenykedsz. Aha, jöttem emelette. Zsíros, zsíros lúd szokott lenni. Kocsiból nem pakoltál ki, vagy ennyi mindent belepakoltál már? Kipakoltam a kocsiból, mert föl nem jöttem ide, de már vagy, majdnem megint tele vagyok. Igen, azt nézem, hogy. Okés. Én meg éhes vagyok, most nézem. Ezt nem is figyeltem. Na, akkor ezt is itt... Majd le kéne innen egyszerűen menni, fájdalom nélkül. Egy lábtöréssel jár, talán ha pár helyről ugrok, akkor nem. Jó, jó, közben jó. Én visszamegyek a motoromhoz. Jaj, te megijesztettél! Jó, akkor ennyi mindent nem tudok betenni. Ilyen cure infection, na, akkor még van ezért fertőzésed? Még 3,5%, de gyógyulok. Akkor jó, itt van antibiotikum is. És lábsérülésem is van még, de már az is lassan helyre jön. Hát így ki is cserélem, és akkor ott lesz a kocsiba az antibiotikum, azt meg tudod. Van nálam, mert hoztam. Van még 3. Akkor jó, akkor jó. Kérlek, kocsival arrébb állok egy másik épülethez, jó? Oké, a motorra jöttem. Jó, ja, akkor jó. Tudod, nem lehet most egy légtérbe utazni. Csináltam le 7 órát, a Satisfactory-ből alig vártam már, hogy játszak egy jót. Mondjuk kemény, és a Experimental Branch-en vagy még csak a simán Update 4-gyel. Jövünk majd ki, egyébként szerintem sejtem, ott a másik bejáratnál van. Hopp. Update 5-tel. És akkor meddek már vonatok? Ne tartasz belőle tutorial videót, hogy mennek. Pász, már lekőjök. Jaj, most megkeresnem valamit a házba. Aha.
Reflex Sight mod, ez nem is tudom, hogy AK. Nem. Csak sima weapon, ja igen, maga a Reflex Sight mod van. Igen, az, most akciós fenyt a Satisfactory 20%-kal hamarabb, hamarabb. Olcsóban lehet hozzájutni. Ez most jó volt. Hát mégis hamarabb is, mert a gyorsabban tűzni vagy el a pénzedet a kártyáról. Kevesebbet kell gyorsabban. Van sok. Rank 3-as Iron Crossbow érdekel? Nem, szerintem. Hú, 3 shot, 3 kill. Ezek rám is veszélyesek, nem csak a zombikra. Ezek a csapdák. Jó. Oké. Semmi. Egy kis ólom. Nem tudok még kimenni. Szeretném itt a magaton. Nem. Akkor menjünk vissza körbe. Lesz. Még nem járok ott. Új pályát kezdtem. Most lett meg a szénbányákat. Az mondjuk 7 óra alatt nem olyan rossz. És van már szénerőmű is. Nekem volt kedvezményem, így elég olcsóan meg tudtam szerezni féláron. Én szerintem a féláron mindenképpen, de még azt mondom, hogy a teljes árat is simán megírja az a játék. A teljes árát, az nagyon jó. Hatalmas. Hát meg azért elég tartalmas is, szóval... Igen, azt, mondjuk, azt nem mondom, hogy hatalmas mennyiségű az újrahasznosítása, mert ugye... Nyilván a helyek ide után kifogynak, mert hogy ahhoz tudsz építkezni. A biomokra gondolt, tehát vagy a sivatag, vagy a északi forrás, vagy az első zöld terület. Hát előutóbb kifogynak a helyek, de mit tudom, két rámtól is, hogy neki lehet kezdeni úgy járat építeni. Hát ez honnan jött ide vajon? Ja, fentről, tetőről, az a Isten áldja meg őket. Kesei fél zaklat. Az a nagy csesznyi dagadt zombi volt. Nem a rendőr, a másik. Na, Zoli azt mondja, akkor ebből is lehet multiparty, akkor már vagyunk rábeleg 4-en, nem? Kopjatok már le! Mik azok, keselyük? Aha, de azért kocsim belül támadnak. Csak sikerült 32 lőszer árán megölni őket. Sőt, 3 keselyű volt, nem is kell. Na jó, akkor én most megyek haza, úgyhogy itt szaka. Biliárdasztal. Pakolok. Akkor keletre van a haza. Még nincs alapanyag gyűjtés van. Aha, szénből gondolom akkor. És hol kezdtél, melyik területen van a bázis? Arra ugye nyilván, ha experimentál lehetőtől, akkor valószínűleg Northern Forestbe.
részt, vagy a új mapot. Valahol itt meg kell keresni valamit, én nem találom. Igen, ezeket nem szeretem, hogy elakadok a tereptárgyakba a kocsival, nem jó. Az első pálya a kezdőszint, akkor a zöld. A zöld déli terület lesz az. Ahol Zoli elhagyta a pontját. Na, találtam egy AK-t. Köpösön lőttem. Ide lopóznak mögém. Ez nem kell. Vágjunk itt, eljegat már van a tavas átkelő, az ismerős. Azt is eldobom. Mozdulj meg! Többé nem követem el. Elhagyás. Most 10 óra. Én hallottam a zenét. Közben otthon mi a helyzet? Nem-e törtek-e be, vagy valami? De nagyon messze vagy otthon, nem tudom, hogy olyan elkolbászoltam. De miért nem tudom követni a félutat, nem tudom. Áton bokron kell mennem be a vízbe. Oké. Okay. Valahol pedig itt nekem meg kell találnom valamit, azt írja a költés. De ja, hogy még fönt jelzi, közben látom, hogy jelzi. Hogy tudok én még fölmenni? Még följebb. Na mondjuk a lépcsőn. Ha még bírom, nem még eljött. Hogy micsoda? Amit te még élsz, bírod még? Aha. Itt a lakásba kell ugye megkeresni valami cuccot, vagy ilyen küldetés van. Csak valami fejlődött kéne valahol. Kező szintet találni az emeletre. Például itt van, megvan. A sorunkat. A kurva anyád. Elhasználjuk az utolsó gyógyszerünket. Sweet home. Igen, srácok, valószínű, hogy ma nem lesz, amit a stream alatt nem lesz hullám sajnos. Nagyon valószínű, hogy a 49. vagy 5. napon fognak jönni. Hát igen, még hogyha a lapon is hagytuk ugye, a 7 napon. Hát lejjebb nem igen vettük szerintem. Nem, igen. Na most nem vagy igen. Egy gyógyszer.
fix szalag. Ez igaz, hogy akkor a fegyver dolgokkal. Jó, muszáj kimennem, mert egyszerűen teljesen tele vagyok. Ez egy páncélszekrény. Azt hogy lehet kinyitni, mert ez záró. SMG 5. Ancient Image 38. 31-es magazin. Akkor nem így. Ez 60, úgyhogy akkor semmi gond. Még a motort meg kell keresnem. Ez mi ez? Semmi. Ez a vasos, meg az agyag. Már otthon vagy? Aha. És most már leadom a questet. Hanem az összes kemencében van üllő, meg ez a fújtató. Ez a, az acélhoz szükséges öntőforma az még nincsen. Igen. 6-ból csak 2-be van. Hát őt nem is találtam szerintem. Jaj, azt nem, nem, azokat lehet csinálni vajon? Vagy ezeket csak találni szerintem lehet? Igen, de ugye vagy perkhez kötött, vagy a receptjét nem ismerjük még. Aha. Akkor a üllőkre, üllőket már akkor nem kell fölvenni. Hey. Már van is egy tartalék itt, itt a intatyúmban. Jó, hogy a trader csak reggel ír ki. Igen, azt hiszem 6-tól. Jó, van. 6-tól nézd, oda megyek között, eldob, így messzire visszarak. Ó, hát még csak hajnal ízél. Teszek be akkor ide a kinti workbenchbe olyanokat, amiket én már ismerek, de te még nem hiszem, de nem tudom. Lucky Looter, meg a zseb mod, illetve a armor plating. Hát ezt most így én sem. Na, lehet, lehet ezt kipedni napokat, és akkor tényleg oda mennénk a... hogy hozzá a... igen, támadáshoz. Hát ezt nem lehet sajnos. De szerintem még, még hogy egyedül játszol sem lehet. Hát most simán csak akkor ugye egy napra veszed le a... hát, hát úgy oké, de azt mondom, hogy elszkippelni napot nem lehet sem. Ja, hogy, hogy mit tudom, lefekszel vagy valami, nem? Nem is tudunk aludni, ugye? Igen. Gerincsérvért kaptam el, nagyon is légörülök a motoron, úgy látom. Vagy a bal zsebbe többet pakoltam. Na, hát ne így már motoron, hát olyan ügyetlenül néz ki. Hát ez hülye. Jó, messze eljöttem én is. Jaj! Elbambultam neki, mert nem a fal. Jófelé megyek én egyáltalán, hát jófelé. Csak tényleg ilyen messze jöttem. Ez a rekog.
Danger damage plusz 50% és kevesebb víz 35 percig tartna, akkor ez jó, ez mondjuk támadásra jó lesz majd, fegyveresre. Heroid, ugye ez meg akkor carrying capacity 50. Ja, igen, igen, egy azért van olyan, fél oldalt ülök a motoron, nem tudom, hogy miért. Négy árka többet. Egy Zoli írta, hogy egy oldalon van csak mankó kerék, hát tényleg, de... Sőt, nem is ülök a motoron, ezért nem félig állok, vagy nem tudom. Sok volt a célzó víz, biztos. Jó, itt víz van! Azt mondja, vizes lettem. Na hát, biztos. Ne gurulj be a vízbe! Hallod? Gyere ki! Ne gurulj! Ha leszálltam, az begurul a vízbe. Hát gyere már ki! Öcsém, ez a motorra nézd! Na, mi lett ezzel? Városdásodott a víztől. Na, drágább, most már normális pozícióban vagyok rajta. Most az a kérdés, hogy erre tudom ezt megkerülni. Akkor lehet, hogy marad is itt van egész este, és akkor itt körbenézem a házat, hogy hol van még olyan dolog, amit nem betonoztunk le. És azon kimegyek. Papír. Viszont te is egy kis célzó vizet, Zoltán? Arra gondolsz? Az a baka segít. Itt, hogy apropó célzó víz, holnap úgyis ünnep. Nem mondom őszintén, én is ittam egy kicsit, de én most nagyon rottyon érzem magam, megmondom őszintén. Igen, gyerek is, gyerek beteg, vagy elkapom a tőle, nem tudom, de egyre rosszabb. Egyre. Egyre keményebb egy Frisco. Jó helyre értem most én egyáltalán? Ja, jó, csak még alig vagyunk. Ah, már látom a fényt. Itt az alagút végén. Autónak a fényét. Halloween dekoráció azért szándékos, kérlek szépen, mert ez még ugye tavalyi map volt, és talán tavaly pont november elején. Ott ez a menetünk, szívóról. Igen, igen. És szerintem azóta megmaradt. A tök lámpások. Úgy akkor megy majd oda, ez is. A zsírdegeket nem tudom hol gyűjtöm. Nem is, ezeket odaadtam mindig neked, és ebből csinálod a kajákat. Az lehet. A... Most egy kemenc... Ja, ott a fuel, oké. Okay. Ott nincs lámfa. Most azt kérdezem, hogy hol lehet betenni a kemencébe úgymond tüzelőanyagot, de... Olyan nagy betűkkel van pedig ott kiírva, viszont... Egyetlen egy fa volt nálam csak. Úgyhogy ezt mennünk kell, vágni kell, mert nincs tüzelőanyag, tehát az egyik kemence sem működik szinte. Szerintem nálam van valamennyi fa, akkor én majd pakolok be, bár nem sok, és ezt azt hiszem szeret is hoztam haza. Én mind kidobáltam, megmondom őszintén. Még lehet itt a belsőkben valahol, nem, csak itt van. Vagy máshol is van ilyen kemence? Aha, ja, itt bent még van. Akkor a kintiekben nem működnek, jó, mindegy, én abba pakoltam most így nagy hirtelen. Jó. Azokat találtam meg, mert akkor abba én kell hozni fát. Van egy 5-ös AK-47-esem, az érdekel? Na, hogyha neked nem kell, nekem 4-es van, most találtam. Jó, nekem is 5-ös van. Meg akkor azt mondja, van itt még egy 6-os pisztoly. Na, a pisztoly nem kell. És egy rank 1-es Marksman Rifle van, meg egy Tactical Assault Rifle 2-es. Azok annyira nem jó. Tuti, vannak ezekből is valahol, de én most nem keresgélem. Blackstrap Café. Ezt meg lehet inni? Ha, ez meg.
Gyertek itt a kinti workbench-hez. Várjál, kicsit pakolok. Víz, kaja. Pia, terápia. Tökéletes lett időt ez akkor a stream. Micsoda? A stream akkor tökéletesen lett időzítve. Ja? Na itt ebben a workbench-be tettem be a könyveket, amiket én ismerek. Armor plating mode schematic. Ezért kéne majd viszont csinálnunk. Az nem tudod, hogy van csinálva? 762-es lőszer. És akkor itt van ebben a kemencében a AK-5-ös. AK-5-ös? Az miért? Jó van, értem én. De 762-es lőszerünk van valahol, nem tudod? Tudunk csinálni rengeteget, igen. Az kéne, sőt, mondjuk ez az AK, az olyan fegyver modifikáció is kellene. De most itt egy tűt keresnék a szének az alba itt a ládáink között, mert... Azt mondja, van itt bent 1000 lőszerfej, illetve 927 hüvely, akkor ebből lehet csinálni lőszert, lőpor az ugye itt van. Ide tettem, akkor én neki is. Ide tettem a bal oldalában egy csomó olmot majd, csak még ezért kell hozzá. Jó, én akkor elkezdek ebbe a workshopba csinálni akkor 772-es lőszert. Jó. Akkor fújtató, azt mondtál, mindegyikben van, igaz? Igen. A kintieket is nézted? Igen. 261 lőszer készül, csak akkor még rengeteg lőpor kell. Encoder. Szén és nitrát. Hát igen, akkor a szénből kell tudom még hoznom sokat. Ott hagytam egy egész... ott bányát. Abban neked van valamennyi szened? Hát kérlek szépen. Hú, mennyi motor van nálam, te jó Isten. Mármint, hogy a ládába. Nézem a szened, de nem látok. Ja, ebben sincs üzemanyag, vagy hajtóanyag, jó. Nem látok szenet magamnál. A szétszedés? Mondta alt klik, jobb klik, shift klik. Ez jó, még egyszer. Hát ez jó volt. Ó, van nálam vagy 600 izé. 762-es lőszer, de ebben van valami AP, armor piercinges is. Azt is azt hogy lehet csinálni vajon? Az is itt készül. A workbenchbe. Csak az talán még, ahhoz, igen, ahhoz több lőpor kell. Az alaphoz 3, ahhoz meg... Valami kutya van kint. Farkas. Farkas. Persze, hogy itt tározol. Így van, hát most kell. Beszorult, ugye? De hogy jött ez ide be az ajtóhoz? Van a pajzson. Viszont szerintem az nincs. Hát átnéztem a ládáimat. Nincsen szerintem. Akkor el kell menni szenet szedni még. Hát, ugyan már nem akartam, de most Zoli rábeszélt egy kis szélzővízre. Itt betegen is, hát... Miért ki rá... De csak óvatjával. Jó! Hát az alkoholisták halálom, hogy mi akkor is piálok, hát. Megmondom őszintén, nem szoktam ilyen drága italokat venni, de most kaptam egy üveg viszkit. Ilyen. És abból is szokatok egy kicsit. Hogy? Milyen viszkit? Jack Daniels. Már hogy nem a játékban, hanem úgy itt igazából. Gondoltam. Az
én nem szoktam inni, de annyira nem is rossz. Igen, a Jack az egy jó típus. Amerikai. Még ezeket a skótokat, ezt a sétapálcás embert, azt nagyon gyűlölöm, az borzasztóságos. Igen, a skót is nekem sem jönnek be. Amerikai, azok jöhetnek, de a skót az annyira nem. Meg ugye van az a másik, a Valentine's, vagy van a... Fúj! Mondjuk az éppensége pont, nálam az pont kivétel. Nálam az. Emlékszek, én vettem egy üveggel, nagyon sokáig megvolt. Nem, hazudok, édesapámnak vettem. És azt mondta, hogy akkor fog felbontani, megszületik az unokáját. Ez ugye 11 évvel ezelőtt volt. És akkor felbontottuk, hát én megittem belőle. Már a szeplőt ugye le kellett inni a gyerekről, de... Hát én szó szerint csak muszájba ittam, de nekem az olyan rossz volt, hogy... Nem tudom. Nekem az katasztrófa. Akkor én elmegyek keresni szenet. Ja, azt nézem, akkor már még keringek itt össze-vissza, de nem. Ja, itt a kis, a minibike. Megtaláltam ott. Megnézem ezt a questot, ahol most kell mennem. Köszi Zoli, neked is egészségedre akkor. Na, egészségetekre, mindketten isztok. Hát, most mi vettem ide? Én is kaptam itt szülinapomra viszkit. Nekem itt van a polcon egy Bali, egy Jack, meg egy Chivas. A harmadikat még nem ittam, megmondom őszintén. Az olyan túlárazott italnak gondolom. Van benne valamit, ez igen egy viszonylag drágádnak számít. Egy picit édesebb, mint a többi. De csak egy kannyányival, nem is nekem, én nekem édesebbnek tűnik. De az nekem nagyon ízlik. Na, még azt nem ittam, megmondom őszintén. Én nem. Megmondom, most lehet, hogy kéne, én sajnálok annyit kiadni érte nap, tehát. Hát igen, én azt mondom, hogy az igazi whisky az 5000-nél kezdődik. Hát néztem ezt a Jack Danielst is, ugye most ajánlottak lónak nem nézd a fogad, de már kíváncsiságból megnéztem, hogy ez 7000 forint. Ez a 7000 is. Igen, hát szerintem a whisky az 5000-nél kezdődik. Ami alatta van az, nem mondom azt, hogy az is rossz, de azért minőségben vannak különbségek. Jó, hát azt mondjuk mindenhol meg kell fizetni. Ez így van a sörben, a borban. Tehát az tényleg, tehát én úgy jobban sörös vagyok, tehát az ilyen borsodi, meg ezek, hát most nem mondom, ha nincs más, megissza az ember, de... Ha nincs túl jó szamár is mi? Hát igen, de úgy pénzt ezekért nem adok. Nekem az borzasztó. Eleve az, hogy egy sörbe kukorica van, az nem odavaló, az a disznóknak kell, az kész. Tehát... A 10 éve való mikróban. Tehát egy... De tényleg, tehát a kukorica... Egy sörben öregyen, malát a komló kész kifogy, nem szabad kukorica. Nem. Nekem az volt olyan édes kés íztat. És egy sör az legyen keserű. Mondjuk azt kéne még most rászisztenten itt a viszkére, hogy két sör. Lehet egy óra múlva én itt nem streamelnék. Azt mondja, hogy a bánya. Hát én ezt már megnézem, nekem van egy olyan megjelölve itt. Most nem tudom, hogy ott vajon van-e szél. Gondolom az is így kintről is látszódik, vagy nem tudom, hogy nézhet ki. Találtál már egyébként szemet? Nem. Itt van egy quest, ezt megcsinálom, és hát valakit a környéken találok majd. Jövetesz, nagyon sokat találtam már. Más nem vágunk ki fát, az kész. Ilyesük, azt akkor elégetni, csak úgy ez belőle faszén mi. Hát ezt nem tudom, de a fát is be lehet tenni úgymond tüzelőanyagnak, szóval... Csak kimondottan a lőszerhez. Igen, a lőporhoz kell szén. Ez most szén? Kóla. Aha, találtam szén. Jó, akkor itt van szén. Javaslom a magyart is megkóstolni, van egy Gemenc nevezetű... Whisky. ...ülő környékemről whisky. Nem hallottam még a Gemenc... mondjuk Gemencről hallottam el, de Gemenci whiskyről még így konkrétan nem. Ja, hogy ezt most neked írták? Igen, ez olyan. Ja, azt hittem, hogy te. Mondom ezt. Én sem hallottam még. Ja, ilyes vagyok, ilyenkor meg ugye gyorsabban fogy a stamina is. Minden bőszunk. A speciál pont nem volt szín.
amit még akartam mondani, ami nekem még nagyon ízlik whisky, az a Jameson. Az a fácános, nem? Igen, az a Famous Grouse. Olyan is van, igen. A Jameson, azt hiszem, az is ír whisky. De azon van a fácán, talán Jamesonon. Hát, hogy mind a kettő van fácán, de a Famous Grouse-nak fácános a logója. Azt tudom, egy rokon ugye, ők kint voltak Angliában, ott azt mindig azt vette. És akkor ugye hazajöttek onnan, és akkor mostanában is én ott ittam először. Hát egyébként ez tényleg nem volt rossz. Mondjuk, én azt hiszem az olcsóbb is, nem? Hát, azt hiszem, az is ilyen jelölt 6000 forint 7 decie. Nagyon nem vagyok képbe, tehát nem szoktam venni. Ugye, hogy van, akkor marad a házi pálinka, ugye? Igen. Ez mire jó? Ezt ekképpen nem tudom, de... Ez szerintem itt valami hiba lett. Ennek olyan leírása van, mondjuk ez mag, olyan leírása van, hogy mint egy kockaként funkcionálna. Ezt nem értem. Na, degenere bocsinka. Sok nagy bűszel lefelé, de majd hogy megyek ki? Az kő. Jobban már kellé magunk. Ez is... Lehet, hogy van is ültetve. Még egyet. Ez már vas. Kalics Jacky, 10%-a több futás. Jó, itt is már csak. Az a stamina is olyan, mint az inventory. Ez nem mindig tele van, ez mindig elfogy. Tök emény. Na már szedtem 1360 szenet. Ez már megint vas. Hát itt van vas bőven. Nekem most szín kellene. Ezt talán? Challenge, nehéz, zombi kutyákat kell ölni. 2 kilométer hoza. Ez a terület, akkor hozzafel lefel ezt megnézni. Ez jó baj, hogy van vas meg szén, illetve a szén már az nem olyan sok, de vas még az van egy csomó. Ejtetted már ezt a szart. De valahogy nem lehetett megosztani ezeket a share pontokat, mert itt alul van ilyen, hogy share every points. Van. Ja, igen, és úgy is próbáltam berakni ezeket. Ugye itt van a shared waypoint. És akkor ebből tettem ezt a zászlót, de úgy látszik, hogy akkor nem látod. De mit kéne nézni? Vagy milyen nevet adtál neki? Nitrát. Ott nyugat, dél. De megvan. Igen. Látom, és aha. Van egy piros üze is, féltöltetetem mellé. Elvileg működik. Ott van tőled fölfelé egy zászló. Ó, zászló? Na, tessék, legalább ittam már valamire fogni. Mi a tököm? Láda, amit ledobtak. Airdrop. Igen, 350 méterrel látom is már. Ne ezért jó iszol, legalább van mire fogni, nem? Tehát most, hogyha alapból ugye hülye, akkor mire fogod? Csak én mire fogjam? Ez a ház készen.
Jó, akkor feltankolom a... ezeket majd... Becsém ez a motor, hát ez katon nem bírom irányítani. A bázis mellett is először visszakacskaringózok. Na, szóval akkor ezzel keresünk itt szenet. Én most hoztam a tökamásta ide ezt a lyukat. Azt hittem kifogyott a játék, de most megálltam, hogy 5 másodpercet, de elindult. Aztán nem fogom tudni azt a ládát elérni, mivel ott van a hegy tetején. Kell vas? Az van elég, nem? Van szerintem bőven. Több mint 8000-et láttam már csak az egyik kemencébe. Én most hoztam 1530 szenet. Ezt megpróbálom szétosztani. Van, hogy kell megfelezni, vagy hogy kell szétszedni, te tudod? Jobb klikkel elhúzod a stackből, és akkor elveszi a felét. Aha, aha. Oké. Okay. Ide is dobunk be a másikhoz, mert ebben csak egy fa van. De ez meg ki volt kapcsolva? Ah, mármint hogy a... még ez is? Az olvasztó kemence. Van rajta kikapcsoló gomba. Mit itt a kólát? Jó. Ezekben szerintem még itt van. Ebben még van fa. Mindegy, ebben is teszünk a szénből egy kicsit. Oké. Jó. Hát egy kis szén mindegyikbe jutott. Ha találsz, akkor azt mindenképpen haza kell vinni. Egyelőre még csak követ találtam. Én mondom, hogy 1600-at hoztam, úgyhogy bőven. Jó. Lett ez most 635 percig van. Addig elég az üzemanyag bennük, úgyhogy... Hopp, de akkor már... Hát igen, valószínűleg nem tudok fölmenni azért a csomagért, a hegy tetején van. Aha. Ha csak nem tudok fölmenni valahogy. Okay. Ezt is kitesszük. Ezt is. Hát de mondjuk lehet, hogy mégis. Ilyen távcsövet meg esetleg ilyeneket vajon? Azt... tudunk már csinálni? Kimondottan távcső nekem nincs, hanem a ilyen laser sight van beépítve a fegyver, és akkor kicsit zoomol. Aha, aha. Ejteni ezt a dobozt. Modok, itt vannak a modok. Mik vannak, nézzük. Elem lámpa a fejben, de az sem hülyeség végül is. Na, milyen elem, flash mod, weapon flashlight mod. Az se hülyeség végül is. Olyan is van, meg most öltettem be, ami a sapkámba tesz, és akkor a fegyvert, ha váltogatom, akkor is lesz leveleg lámpám. Szerintem nekem is az van, olyan van, úgyhogy azt nem is. Azt mondja, a fegyvert most kikapcsolom, és akkor a fegyesen kapcsolom be. Az a reflex sight mode, ez jó lenne. Mi kell hozzá? 10 acél. Hát akkor, ha megvan az acél, akkor én megyek innen vissza. Hát figyelj, most van 1600 darabig elég, tehát... jó. És abból a... hány szénből készül lőpor? Észted? Ja, én a izébe raktam a szenet. Nem abba kellett volna? A Chemical Station-be, ott van a nitrát. Nem, én a mi a tökönbe raktam, na mindjárt kimondom, miért a kemencékbe. És elkezdtek ott dolgozni, mivé? Na, üzemanyag. Ha? Akkor inkább a Chemical-ba rakja az üzemanyagot, én most hoztam, találtam ilyen oil shale, vagy milyen ennek már a... mostan úgy, mert soha, esély után köpönyek, mert nem lehet kivenni a... Egyébként most, mintha ez szén lenne talán. Nem lehet kivenni a fuel sajnos, hiába. Jó, akkor ugye, akkor viszont újra. De ki tudom. Csak először úgymond ki kell kapcsolnia. Most még nem bírom azt kikapcsolni, ezt ki tudtam. Találtam én is szent, hogy no problemo. Hát itt 3-8-at, de ezt meg már nem tudom kiszedni, hát még ilyet. Na. Kattintot akarok? Jó.
másik talán működött, akkor ezekből is kiszedem gyorsba. És akkor majd akkor kimegyek, és akkor vágok fát a kemencékbe. Hol van ez a chemical? Igen, itt van. És akkor a gunpowder. Hát ugye egy szín kell, meg egy nitrát powder kell még. Oké, mert akkor az akkor 1600, amikor annyival kevesebb lőpor, és egy lőszerhez meg három lőpor, tehát akkor nagyjából durván akkor ilyen 500 lőszer lesz? Nem, most 763 szenet most tettem be, csak ilyen nitrát powder, az nem tudom, hogy van-e nekem esetleg. Még azt megnézem. Az is oda tettem az output részébe a Chemical Stationnek. Ja, hogy abba tetted bele. De maradhat a kemencében. Nincsen, egy festék van csak, meg valamilyen szuper kukorica. Vagy két Chemical Station is van? Egy van csak, nem? Egy van bent, meg egy kint. Akkor én szerintem a kintit néztem. Igen, itt már itt vagyunk, akkor én mindjárt behozom a szenet. És akkor csinálok lőport. Ezt visszahozzuk. És akkor... Ja. Ez is működéjük. Nem? De nem az output részhez kell betenni. Hova kell betennem azt a... Ja, sehova nálam kell, hogy legyen, az kész. Jó, én kérek elnézést. Okay. Jó. Akkor ez megvan, akkor ki kell menni fát vágni. Mert kell a kemencéknek valami üzemanyag. Játékhez most én kezdek rá, megint rákapni picit. Ez a nappali éjszakai ciklusváltás, ugye, hogy nappal felfelezel, este vérekezel. Jó. A kocsi nem akad el. Nem rossz, tehát semmi gond, csak mondom, hogy kicsit ilyen szarú vagyok, aztán most úgy kicsit nehezebb ide koncentrálni. Aha. Hát figyelj, ha úgy van, akkor nyugodtan abba csináljuk hamarabb is, nem muszáj 10-ig, 11-ig, vagy akármeddig. Vagy meglátom, ha már végképp minden kötél szakad, akkor... Állok, itt vannak a zombi kutyák, azokat még itt puffantom gyors. És arra vajon emlékszem, hogy lehet elültetni a fát, úgymond. Csak leteszed, az kész. Igen, csak az kész. Van, nem? Nem. Csak szimpla állakor. Beteszed a gyors izébe, és akkor jobb ki kell elragosgatod. Hát lehet, hogy be is kell tenni, igen, inventory slotba. Vagy ha szól, igen, a gyors pillantjük közé. Jaj. Egy hard challenge, úgyhogy itt most képbe kell lenni, meg észnél kell lenni. És kéne valamit, bár ugye semmi nincs nálam. Jó. Igazi, várunk egy pár fát. Na. Yeah,
elfutod, és akkor az összeset, aki jön felém, akkor azt egy irányból lepuffantani. Mondja, hogy ezt... Igen. Ennyi lesz van nekem bent, aktív. Shotgun-nal kell nyúra vadásznom. Puszta kézzel megölni két zombit. Szögbelővel csirkére vadászni. Egyre jobb. 5 vaddisznó, meg egy kincskeresés. Csak az elit, amíg a tier 2 clear is. Apa, a kocsit hajt. Ismered ezt a nótát? Igen. Tudósok. Féltár híres szerzeménye. Kaját is kellene csinálni, mert igen, csak kifogytam. A hús. Aha, és az állati zsír itt látom, hogy kell. Az nekem egy van az inventory dobozomban. De lálában valahol láttam, hogy 200-at. Igen, 269. Úgyhogy van bőven. De azt mindig adtam neked, hogy te voltál szakács. Igen, most csinálok is egy párat szerintem. A húst kivettem, valahol volt gombám is. Még kolompírom. Meg azt talán már lehet leiszedni a falról, nem a gombát. Ja, tényleg, akkor nem is veszem ki a tatyóból. De azt mivel lehetett leszedni? Zásóval? Vagy... Mert hogy így puszta kézzel vagy nem vagy vadászkéssel. Vagy ez a csontkés, vagy nem tudom mi van neked. Aha. Ne buruljak. Per. Amúgy ez a kék táska nekem mindig ott van a iránytűmön, tehát a tuti az volt a hullám valamikor. És lehet, hogy akkor úgy haltam meg, hogy amikor javítottam a töviseket, akkor valahogy belecsúszhattam. Miért nincs benne az itemem? De hogy most megtaláltad a táskát? Ott van a ház előtt. Ja? Aha, előtte. Ilyen össze-vissza ültetni, egy olyan. Jó. Akkor most elméletileg. Tudunk csinálni ebből a kajából. És nézzük. Ki kell magam itt is ütni. Aha, van mindenből, nagyon jó. Tudunk 10-et csinálni, hát már az is valami. Akkor hagyj följön, vagy süljön, vagy mit csináljon. És akkor még ha valahol lenne egy kis burgonya. Ahó, mi van 18? Sőt, még gomba is van. És akkor tudom még csinálni. Na hát én ebben sincsen tüzelőanyag. Labirintus. Ó, ember mennyi hús van itt. Főtt hús, az igen. Itt van ez a táska. Search backpack, és már csak 4 darab izé van benne. Plant fiber.
Hát esetleg kaja kell, akkor vannak a izébe bőven. Jó. A tábortüzekben. Itt most, hogy nézegettem, még a több csomóban van főtt hús, sült hús, valami leves is van, ha jól láttam. Hát a ragut. Az, aha, az is van. Grillezett hús. Tojás, nyers tojás, hogy került az oda? És akkor... Azt mondja, a cement akkor az itt készül, az... Van. A motorban is van egy csomó minden. 6000 kő van a motorban, azt az entit. Hát ezeket... Szerem van már, de nem tudom, hogy mikor fogom megenni. Micsoda? Tényleg itt ilyen lassan vannak a hullámok. Kéne a fegyóra keresni valami. Ez a sakkár van. Azt hiszem, az már megvan. Igen, már megvan. Hűha, meg kéne javítani a cuccaimat, de nagyon. Fölvettem valahol 5 darab izzót, kipakoltam random helyet, de most be kell kötni áram, és csak úgy fog működni. Fire tool. Forged iron. Igen, 5 watt kell hozzá. Mindegy, nem érdekes. Kéne még csinálni. Tulajdonképpen ez itt most egy rohadtul unalmas stream, mert nem történik semmi. Csak azt így fel kell menni ezt a zombikat ölni, hogy legalább valami történjen már. De akkor esetleg csináltok ott a jövőben egy olyan challenge-et, fölveszük a hordákat egy vagy két napra, inkább egy napra, és akkor 4 horda jön a stream alatt.
Én már szerintem van egy tapasztalatom, hogy föl tudunk készülni rá. Az első horda még biztosan nem lesz olyan erős. Ha más nem, akkor kájtolva lekéseljük őket. Egyikünk kájtol, másikunk késsel. Mit szólsz hozzá? Felőlem. Megpróbáljuk majd. Ami tény is valahogy izgalmasabb lesz. Ez így most tényleg... ...kérdésnek nyoma sincsen, mert mindenünk van. Igen. Itt a kemencében olvad vas, meg ilyenek, az hol van? Melyik? Hát a kemencében, amit olvastunk vasat, az nem az outputhoz kéne, hogy kijöjjön? De egyébként vas nem készül, hanem acél, ami a legbaloldalabbiban van, ugye abban van az öntőforma, vagy micsoda, abban készül az acél, és abban van téve az összes vas is igazából. De jó, de én itt rakosgattam bele ilyen... Ez a lead, vagy micsoda. Mondja Zoli, hogy ha ne legyen unalmas, akkor elmondanák, hogy tegnap két kollégával mentünk egy 13,5 km-es teljesítménytúrát a bükkben. Én nettó mozog úgy, mint egy zombi. Elmenik egy jót kirándulni, már nagyon régen voltunk túrázni. Na mindegy. El nem kezdtem hajóra járni, akkor addig minden évben a srácokkal, a haverokkal szilveszter napján elmentünk kirándulni, és úgy lefáradtuk, hogy már kedvünk sem volt önmaradni éjfélig. Ugye, bőven 30 fölött. Kettőt is el tudok adni, kettő questet. Iron Fire X. Az a készlet nála. 46. napon lesz majd a tradernél? Aha. Van nála 5 gomba, meg 5 ilyen blueberry, de azt hiszem mind a kettőből van már. Van. Ez kivételesen jó szerintem a túrára a színek miatt. Meg ugye akkor nincs van az a rekkenő hőség sem, meg még nincs a szakadó esős időszak, úgyhogy az ősz az, ami favorit. Mindig tier 2-es munkák vannak. Hát lehet nem nagyon csináltuk, vagy nem tudom. Azt sem tudom, hogy lehet ezt fejleszt. Magától adja, vagy meg kell csinálni valami olyan sem küldetést? Igen, ahogy csináljuk őket, és ahogy haladunk előre a darabszámban. Aha. Én kicsit még körbeállt ezen a környéken. Valami föl sincs fedezve ennek a kerületnek a északi része. Most nem jártam még. Na, ez a hülye madár már megint így jön utána. De sem bírom hagyni. Jó nagy gyárközpont, de... Föl is lehet mászni. Tuti, hogy már megtelek az első emelet után. Lesz. Meddig lehet a traderhez bemenni, mert most megint elindultam, azt hiszem, hogy odaérek, zárva lesz. Azt hiszem, hogy este 6-ig, nem 8-ig, most 8-ig. Hát akkor bőven indul. Ez szén? Vagy ez kő? Ez kő. Ki vagyok. Ez kő. Csak a feral zombi. Már hol van? Ha most vagyok. Nem tudom. 8-ból legalább 6 az volt. XP-ket kapod egyébként? Nem. Nem? Nem. ...1200 plusz, 2100 plusz... Semmi, semmi, semmi.
van. Lehet, hogy elfelejtette az ilyen beállításokat, vagy nem tudom. Tudod, hogy nem vagyunk annyira messze egymástól. A trader nekem otthonról 1,2 km. Szerintem hol vagy. Hát egész, ott vagy, ahol én abban a kerületben, basszus. Azért nem kapok semmit. Előbb is néztem egyébként. Akartam is kérdezni, hogy... Mert ugye nem az egészet, vagy az egészet megkaptam? Nem tudom. Mindegy, de most semmi, tehát abszolút nem jött ki semmit. Level 52-esek vagyunk, vagyis én most 52-es lettem. Nem is 51-es. Érdekes, te magasabb game stage vagy, mint én. Hát 12-nek vagy 99. Select némi, az ami még kéne. Ó, nekem már van tier 3-os. Ezek is küldetések. Sőt, inkább csak azok vannak. Meg tier 1-es volt még 2. Az annyira nem érdekel. Paperezés nem kell. Robotikus inventor, igen, az volt máskor, amit még fejlesztettem. És azt mondja, most már tudok rank 5-ös robotokat csinálni, plusz 40% damage-el, és gyorsabb lövéssel. Ja, a tornyokat, a turreteket, mi? Handgun. Itt azért nem, lehet nem ártani egyébként most már a gépítyúra se pakolni pontokat, de amúgy azon van a 3 már. 7-es. 7-es forti. És ez 2 pont kell, akkor nem menjen a 7-es forti. Az jó, mert a motorban már igencsak fogytál, ha? Mondjuk a javítókészleket tök jól megcsináltam ott a workbench-be, de el nem hoztam. Aki hallom a hangot, de nem látom. Ott ajtom meg. Én nem megy be, már te voltál biztos, hogy minden üres. Itt meg. Lehet máshol is kapni, ahol van loot is. Van egy ilyen hotel. Nyitva is van. A zombok már vissza poppoltak, de egyébként semmi más loot meg nem. Gyorsan meg volt most ez a quest. Akkor te már valószínűleg ezen a részen járt, hogy nekem nincs is még fölfedezve, majdnem. Meg kell tankolnom. Igen, azt van nekem is, jó, hogy itt az autóba találtam.
üzemanyagot, mert magammal nem hoztam, bár még lehet, hogy a motorban lett volna, motor invertoriában, úgy mondom. Itt van a peep show. Nézzel a zombi táncos lányokat? Hát nem tudtálok, e? Egy kemény motoros van, ráadásul feláll, ha jól látom, de fut. 10 óra. Zombik vannak, csak nem tudom, hogy deszemből mi lúrt. Itt a jó, ez üres, hát akkor itt már volt. Nekem most megvan a vegetáriánus ragunak a receptje. Aha, ja, most találtad meg? Aha. Lentről jöttem én is. A személyt. Itt már biztos volt valamelyikünk, mert szinte minden... Ez még mondjuk nem volt. Ja, hát ez... Ez nem is sok minden volt. Csak itt magamon beszélek. Ja? Ja? Merre menjek először fölfedezni? Hát itt zombik ugyan voltak, de egyéb loot nem nagyon. Lenes ma? Nem is. Nem is népső, ez egy mozi. Még egy adult filmes mozi volt kiírva. Ezen még. Ez a motoros azért kemény legény, még így sima verzióban is. Kaja, hát akkor ezt meg is esszük. Anyó, mert nem van egyik főszereplőt? Nem is szabad, hogy volt a főszereplő. Mondjuk elég szarú festett, akár csak a film, amit vetítettek. Ja, hogy ment a film is? Nem. Ja, azt hittem. Ez még belefér 2 HP. Itt nincs fent senki érdekes. Valahol elhagytam a motoromat. Baj van, mindjárt eltűnik a gépfegyverem. Ó, nekem a ruháim vannak már nagyon gajok. Na, megcsináltam a repeírkiteket, szépen ott is hagytam otthon,
úgyhogy haszányosul elhoztam magammal. Óvatosan kell bánni a lőszerrel, nem is az a lőszer a baj, hanem ugye a... Ja, a fegyverben. Van még itt standard, meg minden, úgyhogy... Élek attól, hogy... ...védeni. Egyestre, mert mit vetítenek. Itt meg a vakasz, hogy visszanéz megy. Hogy nem megérte bejönni. Nem volt semmi. Hoppa, annyira elbambultam, mint itt az autónak neki megyek. Ki kell pucolni a házat, ugye? És akkor fel kell majd vennem a cuccost. Lapsa rossz film. Tömeggyilkossággal lakatlan széketen. Ugye a Néma Néger népdalokat énekel, az is. Micsoda? A Néma Néger népdalokat énekel, az is ilyen. Hát én ezt a rongyot, meg ezt az egy puskaport követni, én hülyeséget kihajálok. Ó, egy valami hatos chest, milyen van nekem? Ilyen zöld cipő, High Performance Running Shoes. Aha, mobilitást ez is leveszi. Most ebbe csak... Egy tudsz félben, nem, ezt nem tudom modifikálni. Hát még ez még így is jobb. Mindenféle modok nélkül a gyorsabb futás az sokat számít. Nekülés szempontjából. De mi az, cipő vagy mi az? Aha. Van már olyan Jackie, ami... 20% run speed, a cip meg most valamilyen reggel, meg running is 20%. Aha. Két könyv, amit én már ismerek. Sűrűsöveket azt nem viszem magammal, teljesen fölösleges. Van már egy csomó, ezt a nitrátot elvisszük. Bár mondjuk vas is van, lehet, azt se kellene összeszedni, fölösleges. Van bőven vas otthon. Ezt megesszük, nem szórakozunk vele. Kidobjuk. Aha, este lett. Mindenfele csapták hozzuk itt. Jól bevitték a házat. Ezt a műveget. Ikon alapján. Select 1.
XP-ig. Ja, bár az, hogy az van rajta, de mi vagyok. Úgyhogy más szűrű. De ez a plusz XP gain-es 10%. Az a csütelő szemüveg. A széfeket hogy lehet vajon kinyitni, nem tudod? Az a lockpick kell. Hát de van nálam. Akkor meg használni kell. Hát hiába teszem ki ide a vizébe. Tehát a gyors menübe ide hiába teszem ki. Csak evetül. Szétütöm. Végig 2500 HP-ja van simán szét lehet. Sporka szemet nézett velem közelről. Ó, egyes kozdrobban benne meg ilyenek, azért megérte itt kalapácsolni. És csak kifelé megyünk, akkor menjünk föl. Még nézzük el, elfelakadtam a székbe. Tudod, ami nálam van. Jó. Itt voltam az előbb. Steroid, az jó, felpumpáljuk magunkat. Kurva anyád. Hát felfelé kellene mennünk valahogy. Valahol. Például a lépcső. Na ugye itt szaka van, úgyhogy most már óvatosan kell közben. Bent vagyok a házban, egy ilyen külletés, hogy ki kell takarítani a házat, meg fel kell venni valami ládikót. Clear zombies? Aha, end, és akkor ugye a szupriszt kell felvenni. Mindenhol ilyen csapták van. Ezt már nem veszem fel, mert tudhatni van. Na meg hát állandóan autostamina. No. Hát és most nálam nincs lockpick. Két szép is van a szobában, egyiket sem bírom kinyitni. Én szétszöttem csak annyira. Még emlékszem, hogy szedtem már fel lockpicket. De én nem tudtam használni, van nálam 50. Tehát... Be kell tenni azt is hotbarra, azt hiszem. És betettem, de nem csinált semmit. És ebbe tűz, hogy csinál semmit? Nem. Érdekes.
4 könyvből 3, amit nem ismertem még. Még valahol vannak zombik, de hol? Ezeket már néztem. Aha, például. Semmi. Még zombik sem voltak sokan ebben a házban. Zombi. Oh, pont nincs nála is. Eltört a fegyverem! Nem lövünk, a f***ünk. Hol van még vajon zombi? 8-szoros zoomoló, scope mód. Van 3-as militari sapka. Minden statban jobb, úgy néz ki. Hát nincs helyem. Igen, mit dobjak el? Hát hát most sem fogom lőni ezt a blunderbust, az szinte biztos. Ebből is millió van már otthon. Üres üvegből is. Egy zombi kellene még, és nem találom. Vagy nem tudom mennyi, de még valahol van zombi, de itt az épületbe. A kérdés az, hogy hol? Csak 2 fél. Még itt őrter. Jó, ez nekem nem kell. Több zombit, hol van még? Se kell már ebből sem. Egyszerűen nem találom a zombikat. Még vannak valahol. Kérdés az, hogy hol? Pedig ugye közelükben mész, jelzi piros. Mit jelez? Hát a zombikat. Egy ki kell... Igen, quest-kor igen. Körülődőket. De nem találom. Még mindig van valahol, mert azt írja, hogy kell, de nem is hallom őket. Passz.
Itt is voltam fönt. Most nézek hát arra hátra. Most. Más megoldás nincs. Aha. De még mindig van. Ez valami ilyen épület, áll is egy tűzoltóság. Itt viszont nincs zombi. Jaj! Hol az anyja picsájával lehet még? Hát ez... Ez nem annyira hatékony az a sokkoló, mint a puska fejlődéssel, de... Egy. Csak az úrról. És még mindig van valahol, hát hát sem. Sehol semmi hasznos. Kergetőzik a zombival a oszlop körül. Ojaj, savköpő, öze, rendőr, hát azt akkor hogy nézve már? Nincs kétségem. Hát nem létezik, még mindig van zombi, hát ez... Jó, ezt nem kell. Ha bármilyen, hát nem. Hello, Mr. Rendőr, be. Tele van az invertorim. A tödés nem meglett. Ami mutatja, hogy erre van az az egy. Arra van. Ha, ide nem jöttem át, igen. És akkor itt lesz lent valahol. Anya, madárgeci. Nem az zombi. Keselyű? Igen. Még egy öntőformát találtam. Az jó, az úgy sincs mindenhol. Ó, igen, a sebesség így olyan lassan megyek, hogy túl zsúlyba vagyok. Azt nem lehet elmozdítani, onnan az a baj. Oké. Na hát ez a három szín minek. Na hát ezt... Jaj, most a saját magam ijesztette meg, miért mi lőttem érte. Hát az a legjobb. Egy cikla. Hogy bírod még? Jobb vagy? Hát...
Úgy, ahogy. Hát lehet, hogy elmondó vagyok, hogy csináljuk úgy 10-ig, és akkor... Jó. Hát meg igen, azért most tényleg nem voltunk régen benne ebben a mapban, nem tudtuk, hogy van a beállítás, hogy mikor jönnek a zombik, és így azért tényleg anélkül elég uncsi. Anélkül. Hát igen, mert ugye kell gyűjtegetni meg minden, csak hát ugye azt mondjuk úgy streamen kívül. Ugyan jobb. Itt én láttok egyébként elég sűrűn ilyen textúra hibákat, hogy most előttem egy fekete csík, így minden, és ahogy mozgok előre, hogy jönnek elő pöttyök. Uh-huh. Nem tudom egyébként, hogy mi lehet. Én most nem találkoztam még ilyenekkel. Tehát, hogy még kinti fa, vagy akárminek a textúrája, nem tudom, de elég... Zoli ajánlja magát a maradék egy órára. Hát, hogyha megvan neked, és akkor gyere nyugodtan. Bár ugye hasonló lesz a szisztéma, tehát nem fognak jönni senkik, ha csak mi el nem megyünk őket keresgélni. Mondjuk, eddig is szólhattál volna. Ah, meg a másik. Már nem tudom, hány max játékos vagy állítottad be. Ezt hiszem, hogy 8. Hát akkor meg akkor nyugodtan jöhetett volna. Igen, eddig szólhattál volna tényleg. Felakadt a motor. Hozzá megyek, mert a fegyver nélkül nem érzem magam teljesnek. Nem is értem, hogy miért itt jövök árkon bokra, amikor mehetnék az úton. Ja, hogy ez neki nincs meg, a Way Out-ra gondolt, mint ja. A pókjáték. Hát arra még én nem buháztam be. Meddig van akcióban a november 2-ig? Hol van? 30-ig a hónap elsője. Azért nem tudok sajnos szolgálni, az nekem még nincs meg, azt nem szereztem be. Még azt hiszem, hogy azt az EA Play-en keresztül van meg nekem. Talán. Mert ugye van ez az Xbox Game Pass előfizetés is. Tényleg, hogy valakinek megvan, akkor csak invite-al megy a többi. Hát jó. Jó, olyan a Way Out? Ez a Remote Play Together? Vagy mit tudom én, micsoda neve? Igen, úgy mondtuk az Unravel-t is. Ja! Mondjuk mind a kettőnek megvolt. De ilyen remote-ben ilyen keresztül. Ja, de hát akkor azt nem is tudtam. És ilyen az It Takes Two is, azt hiszem, hogyha valakinek megvan, akkor a másik félnek nem kell meglegyen, meg tudják itt hívni őt. Ó, hát akkor majd lehet, hogy lesz egy pár játék, amit játszhatnánk ketten. Jó. Ezt én megmondom őszintén, sose figyeltem. Láttam, hogy ott volt ez a Remove Play Together, vagy valami oda van írva. Nem mindegyiknél működik, ki ja. Van emelve valamelyik annál játéknál, ahol lehet ez, ahogy ez élő. Ja, értem. Jó. Remote Play mindegyiknél létezik, de az, hogy ha valakinek megvan, akkor a másiknak nem kell meglenni, ez csak pár játéknál létezik. Ja. Én már akkor itt megérkeztem haza, én akkor már maradok is. Én már nem ilyen császkálok sehova. Gyalaj, azt mondja, megnézzük Zoltán, mert van ez az a költöztetős, amit ilyen kis videóba föltettem. Ez a moving out. Nem tudom, hogy ezt úgy lehet-e. Meg van ilyen, hogy ilyen két játékos játszik, és ilyen madzagol össze vagytok kötve. És akkor úgy kell ilyen feladatokat megcsinálni. Nem tudom pontosan mi a címe. Hát olyat, ezt mondok a múlt felett az Unraveled. Az a madzagos. Nem, itt ilyen kis bogyóval vagy, tehát teljesen más, úgymond a stílus. Fishing, nem tudom. Finishing line, vagy fogalmam sincs, nem tudom a címét, megmondom őszintén. Hogy micsoda. De az is ilyen. Köszönöm.
Fling to the finish. Már most megnéztem. Betenni ezt. És akkor ennél is itt van ez a Remote Play Together, ugye? Teljes játék között támogatás. Együttműködő játék, több játékos, egy játékos. Elkezdtél csinálni ilyen repair kiteket? Igen, igen, igen. Jó, mert már volt benne, hogy szóval elkezdődött 7-8, én most tettem megint új 9-et. De jó, szóltál, tényleg kiszerem azt még, akkor már úgy lépek ki, hogy már a ruháimat legalább. Akkor kiszállok belőle. Mondjuk ez a kettő, ez nem tudom mi. Ó, hogy kell ezt használni? Kiválasztod a fegyvert, vagy mit akarsz javítani, és akkor azt hiszem A betűvel. Az modifi. Na neked mi előszert kell csinálnunk? Hát majd 772-es, de végül is most az inventory-ban, mármint a ládáimban. Ott találtam. És akkor armor penetration-öst? Nem, ez csak sima. Nekem már közben a stream, mire akarom mondani, mi ez YouTube Studio, már megint hibát ír. Nem értem, pedig a izé az meg zöld a Streamlabs. Akkor csinálok a napon a teljesen, és simából van már úgyis 300. De igen, 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 Zoltán, az a, jó az a költöztetős, de szerintem az is ketten ugye sokkal jobb. Mondjuk például a nagyobb bútorokat ketten egyszerűbb vinni, meg úgy már is lehet dobni. Ezt a Fling to the Finish-t ezt még kisebb próbáltam, megmondom őszintén, csak most le volt árazva a Steam-en. És gondoltam, hát ha Fredpacket is rá lehet beszélni az ilyenekre. Igen. Bármire. Majd valamelyik nap tényleg, akkor majd megnézzük ezt, hogy lehet-e úgy játszani. Nem tudom, hogy akció sem még, azt hiszem valami 9 euró volt, szóval olyan hatalmas összeg nem volt, de ha nem elég egy játék, akkor fölösleges megvenni. Hát jól, akkor itt ennyi. Mi is nekünk ízével rakunk könyvtárba. Kis sem megyek innen. Olyan kétszer, hogy már csak kilevagok, hogy egyébként is kidob. Most a Zoltán a V-autót mondod, hogy abba csak egy játékos lehet bevonni? Tudom, hogy igen, hogy az csak kétfős kópa. Kétfős, aha. Na mondom, nekem azt tudom, hogy megvan. Ugye a Game Passon előfizető vagyok, és az Adyen, ez az Electronic Arts-nak és az Origin-nek is ilyen előfizetést, ugye az alapot, de azt hiszem, az pont van az a játék, ha jól emlékszem. Ja, hogy általánosságban nem volt play, ha? Hát igen, mondjuk azért úgy, hogy 10 játékost is be tudná vonni, azért az már úgy valahogy... Az már masszív igen. Lenne. Hát akkor inkább meg kölcsönöz ki. Valaki van itt? Na, akkor én azt mondom, hogy akkor legyen ennyi szerintem, és akkor ti még azt, hogyha tudjátok úgy játszani, jó. Még azt szívesen nézem azt az egy óra szárt, mondjuk már az ágyból, úgyhogy lehet, hogy el fog aludni, de szerintem nem is bánom. Micsoda? Felmentem ide a pengébe. Ja.
Na jó, akkor kilépek én is. Ezt akkor a közös dolgokat. És köszönöm szépen, bár elnézést, hogy mindenkitől kicsit ilyen kedvetlen vagyok, de tényleg nem érzem jó magam. Nagyon bízok benne, hogy... Hát igen, csak a csoda, hogy eddig bírtad 3 órán keresztül. Hogy csak a gyerektől kaptam ezt a megfázást, nem ez az Isten verte vírus szar kapott el. Bár egy hetese volt, hogy tesztelve voltam, és ott negatív volt. Ami ugye semmit nem jelent. A kész vagy? Mhm. Akkor ennyi volt a 7 Days részünkről, és akkor én akkor Zoliban még folytatom a payoutot. Ezt akkor nekem akkor fel kell telepítenem ahhoz, hogy működhessen, vagy elég, ha csak meginvite-olsz? Viszont én közben, én akkor elbúcsúzom, és akkor megköszönöm nektek, hogy itt voltatok, és még egyszer elnézést a kicsit ilyen lankott hangulatért, de... Pedig nem állok a helyzet magaslatán, hát elméletileg ugye én holnapra kiírtam magamnak a Graveyard Keepers-t, hát nem tudom, hogyha jobban leszek, akkor lesz, ha nem, akkor el fog maradni szerintem. Pedig azt nagyon sajnálom, mert annyira jó játék, most én abban lendültem bele nagyon. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, itt voltatok, ha tetszett ugye akkor egy like-ot ezt jelezzétek, légy szíves. És iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, ugye ne felejtsétek el a csengőt megnyomni. Hogy értesít is kapjatok arról, hogy éppen itt mi folyik. Én köszönöm szépen mindenkinek. Köszönöm neked is, Flettek, a lehetőséget. Itt, mit én is, hogy jöttél. És akkor nektek tovább egy jó játékot kívánok, és akkor köszönöm szépen. Jó éjszakát, sziasztok! Hello, hello. Na akkor ugye még...